Meredek helyzetek, amikor életünk egy hajszálon múlik. Nem tudod, hogy ki fog-e gyulladni. Egy pillanat, és bármi megtörténhet. Csak arra tudtam gondolni, hogy lélegeznem kell. Tragédia vagy megmenekülés? Egy gyerek esetében leírhatatlan a nyomás. Velük mindez megtörtént, és most elmesélik a történetüket. Azt hittem, semmi esélyem, esélytelen, hogy ezt túléljem. Sosem felejtik el azt a bizonyos meredek helyzetet. Meredek helyzetek videón. A mai adásban majdnem katasztrófával végződik egy családi nap a trambulin parkban. Megmutatjuk, hogy mit élt át a személyzet. Próbáltam megtalálni a pulzusát a nyakán vagy a kezén. Minden olyan gyorsan történt. A segítség már úton van, de addig is két fiatalembernek kell életben tartania az apukát. Majdnem bepánikoltam. Sosem csináltam még ilyet, és nem akarom újra átélni. Egy ejtőernyős is bajban van, hiszen túl gyorsan közelít a földhöz. Elkezdtem süllyedni, és nem tudtam úgy irányítani az ernyőt, ahogy akartam. Át kell jutnia a fák fölött, hogy landolhasson. Ez a hely nagyon veszélyes. Tényleg igaza van. Eastleigh-ben egy térfigyelő kamera rögzíti, ahogy egy trambulin park személyzete megpróbál újraéleszteni egy apukát, aki a gyerekei előtt esett össze. Lánya vele volt, amikor kezdte rosszul érezni magát. Emlékszem, hogy a kezét a szívére teszi, mintha fájna neki. Ezután lett rosszul. A park két fiatal menedzsere a segítségére siet. Egymásra néztünk, és azt mondtuk, ez a fickó nem lélegzik. Nagyon ijesztő volt. Bár a sokkolásra nem reagál, nem adják fel. A gyerekei pár méterrel arrébb álltak. Nem állhattunk le. Nyolc évvel ezelőttig Chris még zenész volt, ám a rock'n'rollt feladta a reverenda kedvéért. Az öt gyermekes apa most Southampton közelében vezet egy kis templomi közösséget. 18 éves korom óta fontos szerepet tölt be az életemben a vallás. Korábban a saját utamat jártam, de végül megláttam a fényt. A hit segített neki megtalálni a szerelmet is. Egy keresztény találkozón ismerkedett meg feleségével, Tracy-vel. Elfoglalt életet élt, és fontos volt számára a kereszténység. Én pedig pont ezt kerestem. Megismerkedtünk, elkezdtünk randizni, és másfél év múlva meg is házasodtunk. Imádkoztam azért, hogy megtaláljam a férjemet, és végül így is lett. Utólag még hozzáfűztem volna, hogy tudjon barkácsolni is. Néhány év múlva a családot alapítottak. Öt gyermekük van, 4 és 19 év között. Kicsit fárasztó, de sosem cserélném el. A legidősebb fiúk már főiskolára jár, a másik fiú pedig végzős. A 12 éves Serenity az egyetlen lány. Ő segít otthon. Néha kicsit zavaróak, mert folyton sikoltoznak, meg játszanak. Így a legtöbbször leültetem őket, és mesélek nekik. Péntek van. Néhány hét múlva itt a karácsony. Chris úgy dönt, hogy elviszi a gyerekeket a helyi trambulin parkba. A recepció területén van térfigyelő kamera, így filmre veszi azt is, ahogy Chris és a gyerekek megérkeznek. Eleinte jól szórakoznak. Apa szaltókat csinált, és körbe-körbe ugrált. Nagyon meglepődtem. Bocsi! Azon a napon Ryan volt beosztva, aki már 3 éve a nyitás óta dolgozik ott. Csak ültem és néztem, ahogy mindenki jól szórakozik. Ez az egyik legnépszerűbb park.
Tom, az üzletvezető is mellette volt. Hasonló korúak és jó barátok. Csodás ez a munka. Vannak persze rossz napok is, de egyébként szeretem. Jó együtt dolgozni, hiszen kölcsönösen megbízunk egymásban. Csupán két nap telt el azóta, hogy Tom mostoha apja tragikus hirtelenséggel elhunyt. Épp próbáltam visszaállni a normális kerékvágásba. Épp szünetet tartottak, és viszonylag nyugodt napjuk volt. Ryan, Tom és az egyik vendég a trambulinoknál beszélgetett. Amikor Chris egyszer csak elkezdte rosszul érezni magát. Még a trambulinon ugráltam, de a következő pillanatban rosszul éreztem magam. Megkérdeztem, hogy hazamegyünk-e, mert már kicsit fáradt voltam. Ekkor láttam, hogy nem néz ki valami jól. Megkérdeztem, hogy jól van-e, és igennel felelt. De Chris ekkor összeesett. Azt hittem, csak viccel, ezért kicsit belerúgtam. Ettől fel is ébredtem. Azt mondta, hogy elájult. Ekkor éreztem, hogy ez komoly. Serenity leült mellé. Emlékszem, hogy a kezét a szívén tartotta, mintha fájna neki. Chris megkérte a lányát, hogy keresse meg a fiúkat, és találkozzanak az öltözőnél, ahol lefeküdt egy padra. Azt hittem, csak fáradt, de aztán rosszul lett. Serenity azt hitte, túlreagálja a dolgot, de az egyik vendég, aki elvégzett már egy elsősegély tanfolyamot, aggódott. Serenity ekkor mondta el Tomnak és Ryannek, hogy mi történt. Ők azonnal oda mentek Chrishez, akire a kicsik vigyáztak. Tudtuk, hogy valami baj van. Ezért siettünk. Megpillantottuk, hogy a földön fekszik, és Ryannel gyorsan legugoltunk mellé. Stabil oldalfekvésbe helyezték Christ, aki félig eszméleténél volt. A szemével követett minket, ahogy mozogtunk. Ryanben ekkor tudatosult, hogy Chris gyerekei a közelben vannak. Így átkísérték őket a kávézóba, ahonnan már mindenkit kiküldtek. Serenity nem értette, mi történik. Nagyon aggódtam apáért, és szerettem volna tudni, hogy jól van-e. Ez sajnos távol állt a valóságtól. Ryan tárcsázta a segélyhívót, amit rögzítettek. Mentőszolgálat. A beteg eszméleténél van és lélegzik? Nincs az eszméleténél, de még lélegzik. Értem. A segítség már úton volt, de addig Ryannek és Tomnak kellett életben tartani a Christ. Van pulzusa? Nincs. Chris már nem volt magánál. Egymásra néztünk és azt mondtuk, nem lélegzik. Meghalt. A Trambulin Park összes alkalmazottja elvégezte az első segélytanfolyamot, de sokkal komolyabb, mint gondolták. Megpróbáltam kitapogatni a pulzusát a nyakán és a kezén. Minden olyan gyorsan történt. Ekkor jutott eszükbe, hogy hozniuk kell a defibrillátort. A kamera rögzítette, ahogy Tom elrohan érte, amíg Ryan leveszi Chris pólóját. Ekkor egy kicsit elkezdtem pánikolni. Sosem csináltam még ilyet, és nem akarom újra átélni. Tudtam, hogy a defibrillátorral többet tehetünk, így onnantól kezdve már csak az utasításokat követtük. Ryan feltette a párnákat, miközben Tom átvette a telefont. Tom, elkezdték már az újraélesztést? Most kapcsoljuk be a gépet. Rendben. A defibrillátor automatikusan elkezdi keresni a pulzust. Mivel semmit sem talált, majdnem sokkot kaptak. Tennem kellett, amit mondtak, és csak reménykedtem, hogy sikerül újraindítanom a szívét. Mivel ez sem segített, így miután az összes vendéget kiküldték, nekikezdtek a szívmasszázsnak. Szükségük van valamilyen utasításra? Köszönjük, nem. Ez remek. Átkapcsoltam robotüzemmódba. Hallottam, ahogy a defibrillátor pittyeg, és csak követtem a ritmust. Túlságosan is emlékeztetett ez az egész a mostoha apám elvesztésére. Azt éreztem, hogy Chris egyszerűen nem halhat meg. A mentősök csak pár percnyire vannak. Egyiküket közülük pedig informálták, hogy elkezdték a férfin a szívmasszást. Chris szíve leállt. Ha a szíve nem ver, nem jut elég vér az agyba, amitől beáll az agyhalál.
Épp ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb megkezdjék a szívmasszást. Bár Ryan és Tom mindent megtesz, Chris állapota mégsem javul. Ezután azt az utasítást kapták a segélyhívótól, hogy próbálják meg újra használni a defibrillátort. Sokkolásra felkészülni. Sokkolás megtörtént. Most már biztonságos hozzáérni a beteghez. Még mindig semmi. Szívmasszás, újra. Sajnos nem haladtunk jól. Gyakorlatilag még mindig halott volt. Mount Lancaster, Írország. Egy ejtőernyős felveszi, ahogy éppen a hegyek felett repül. Jó lenne átjutni a fák felett. 100 méter magasan van, de turbulens levegőbe kerül, így elkezd zuhanni. Túl gyorsan süllyedek. Ez nagyon veszélyes. Remélem, a fákon túl tudok majd landolni. De ez nem sikerül. Nem. Oké. Jerry vízvezeték szerelő, és Írországban él párjával, Terezával, akivel 23 éve vannak együtt. 7 gyerekünk van. Egyikük még velünk él. De a többiek szétszóródtak Írország szerte. De a gyerekeivel és az unokáival gyakran beszélnek online. Jerry sikeres videós csatornát üzemeltet, ahol megmutatja két szenvedélyét, a barkácsolást és az ejtőernyőzést. Egy meleg júniusi napon a Mount Lancaster körül szeretett volna ugrani egyet. Ez egy elég népszerű hely. A szél változatos irányokból fúj. Nagyon magas, és nincsenek vezetékek, nincs semmi akadály. Itt az ideje, hogy felöltözzek. A felszerelés itt van a földön. A hám, az elektronika és az ejtőernyő is. Jerrynek 2 kamerája is van. Mindkettő felvette a zuhanást. Ellenőrzöm a forgalmat. Minden oké? Biztonságos az ugrás. Gyerünk! Ahogy lenéztem a tájra, arra gondoltam, hogy ma átrepülöm a vidéket. Ez volt a terv. Mindig ez a terv. A Mount Lancaster az ejtőernyősök mekkája. Jerry kamerája megörökítette a többi ugrót is. Eugene! Elkezdi keresni a forró levegős áramlatokat, hiszen így tudja csak átrepülni a vidéket. A felszerelése alapján tájékozódik, hogy emelkedik vagy zuhan. Ez a hang jelzi, hogy emelkedek. Egy hasonló sípolás pedig azt, hogy süllyedek. A hegyek felé veszem az irányt. Hát, ha megtalálom a megfelelő áramlatot. Nem sokkal ezután meg is találja. És a következő bejelentkezés már a felhők fölül történik. Nagyjából 1 kilométer magasan vagyok. A Mount Lancaster pedig olyan 760 méter magas. Most elrepülök a hegy felett, és körberepülöm a vidéket. De nem minden megy a tervek szerint. Úgy tűnt, tartom a magasságot, nem emelkedek. Sokszor van ilyen. Jerry még mindig azt tervezi, hogy átrepüli a hegyet. Fél órával később megtalálja újra azt a meleg áramlatot, amivel eléri a megfelelő magasságot. Ez olyan, mint a horgászat. Csak itt az áramlatot kell kifogni. Úgy dönt, taktikát vált. Miután elkaptam egy másikat, azt hittem, minden rendben van, és megcéloztam a hegyet. Körülbelül 700 méternél jártam, kicsit feljebb akartam menni. A matek szerint olyan 760 méter lett volna az ideális. Át szerettem volna repülni a hegycsúcs fölött. Követni akartam a hegygerincet. De sajnos nem ez történt. Jerry hirtelen észreveszi, hogy csökken a magasság. Elkezdtem süllyedni, ráadásul túl gyorsan. Csökken a magasság, túl gyorsan süllyedek. Túl alacsonyan van, nem tud átrepülni a hegy felett.
Mindig a hegy előtt kell maradnunk, sosem szabad mögötte lenni. Ez az én hibám volt. Elég veszélyes ez a hely. Át kell repülnöm a fák felett. Megpróbál balra fordulni, de egy széllökés miatt az ellenkező irányba megy. Nem tudtam kontrollálni. Túl gyorsan halad a föld felé. Mivel már nincs ideje irányt váltani, így gyorsan körülnéz, hogy merre tudna landolni. Ez az. Remélem ezen az úton tudok landolni. De az ejtőernyővel is probléma volt. Ez azért volt, mert turbulenciába került. Az ernyő megpördült, és bármelyik pillanatban összeeshet. Csökkent a magasság. A fák egyre közelebb voltak. Ez nagyon veszélyes, lehet, hogy megcsavarodott. A kezemmel próbáltam kibogozni. Az út már csak méterekre volt. Ám nem ott fog landolni, hanem egyenesen a fák közt. Hát, legyen. A kamera felvette, ahogy 40 km per órával a fák közé csapódik. Keresztül az ágakon. Kitettem a lábam, mert az ernyő összeesett. Egyre csak zuhantam az ágak között. Aztán egyszer csak megálltam. Fennakadt az ágak közt, nagyjából 2 méterre a föld fölött. Az első sokk után Jerry már a kamerába beszélt. Nem tudom, mekkora kárt tettem a felszerelésben, de én jól vagyok, és ez a lényeg. Így tartottam a kezem, hogy ne üssem meg magam annyira. De a felszerelésnek hála egy karcolás se esett rajtam. Talán 2 méterre lehetek a föld fölött, nem olyan magasan. Most megpróbálom kiszabadítani magam. Egy kicsit reszketve, de sérülések nélkül megúszva, Jerry lemászik és elindul az úton. Ott az ernyő. Most az úton sétálok. Találkozott pár farm munkással, akik segítettek neki visszajutni a kocsihoz. Örök hála ennek a két srácnak. A legszerencsésebb ír, ugye? De most vissza Hampshire-be, a két fiatalemberhez, akik a park egyik vendégét próbálják életben tartani. A férfi egy tiszteletes, családja pedig a csodáért imádkozik. Az egész drámát kamerák rögzítették. Tom Chris életéért harcol. A kávézóban várakozó 12 éves Serenity felhívja az anyukáját, aki az alkalmazottakkal akar beszélni. Mondtam, hogy mindenki apával van, nem tudnak beszélni. Arra gondoltam, hogy egy egyszerű sérülés ellátása nem foglalná le őket annyira, hogy ne tudjanak beszélni. Valami nagy bajnak kell lennie. Nagyon féltem. Megpróbáltam nem sírni, mert a két öcsém is ott volt velem. Tracy annyira remegett, hogy nem tudott vezetni. Felhívta az apukáját, hogy jöjjön el érte. Útközben a gyülekezet támogatására gondolt. Mivel szerettem volna, ha mindenki imádkozna értünk, útközben kitettem a Facebookra, hogy mi történt. Miután ötödjére is sokkolták Christ, megérkezett az első mentőegység. A mentős azt mondta, hogy már lélegzik magától is, így nem kell folytatnunk. De ez az egész mégis nagyon megterhelő volt. Itt a segítség. Csodás, akkor már ott vannak? Igen. Akkor most már magatokra hagylak. Nagyszerű munkát végeztetek. Köszönjük szépen. Minden jót. Most már Matthew-n a mentősön a sor. Chris nem volt túl az életveszélyen, lélegzett, de a vérnyomása még mindig nagyon alacsony volt. Tennünk kellett valamit, bár lélegzett, de nem elég gyorsan. Lélegeztettük, és minél gyorsabban a kórházba kellett juttatnunk őt. Matthew a kollégáival együtt kivitte Christ a mentőautóhoz. Ez nagy megkönnyebbülés volt a személyzet számára. Tudtuk, hogy a legjobb kezekben van. Egyszerűen hihetetlen, hogy élve kivitték a parkból. De még nem biztos, hogy túl is fogja élni.
Nem tudtuk, hogy az agya mennyi ideig volt oxigén nélkül. Lehet, hogy nem volt elég a segítség. Tracy úton van, amikor kap egy hívást, hogy a férjét épp a Southamptoni kórházba szállítják. Egyszerűen sokkot kaptam. Nem hittem el az egészet. Chris-t az intenzívre vitték. Másnap azt mondták Tracynek, talán agykárosodást szenvedett. Bár életben volt, ez ugyanolyan sokkoló volt. A doktor azt mondta, ha agykárosodása van, nem lehet tenni semmit. Így tudtam, hogy az egyetlen dolog, amit tehetek, ha imádkozom. A gyülekezet tagjai is vele imádkoztak. Számos templom tagjai. Sosem láttam még ilyet. Világszerte imádkoztak Chris életéért. Egy nappal később Chris-t elkezdik felébreszteni a kómából. Mindenfelé forgatta a szemét. Nagyon rossz volt. Mintha nem is lett volna ott mentálisan. De néhány órával később Tracy imája meghallgattatott. Chris odahívott magához, megcsókolt, és azt mondta, hogy szeret. Tudtam, hogy visszatért. Egy csodás pillanat volt. Chris semmire sem emlékezett. Elkezdtem sírni, amikor tudatosult bennem, hogy igazából mi történt velem. A sebészek egy speciális mini defibrillátort helyeztek Chris szívéhez közel, arra az esetre, ha megismétlődne mindez. Chris felépülésének híre eljutott Ryanhez és Tomhoz is a Trambulin Parkba. Felépült. Semmi baja nem lett a szívének se, és az agyának se. Nem lehet tudni, hogy helyesen csinálod-e a szívmasszást. De most választ kaptunk rá, hiszen az agya is rendben volt. Innen tudtuk, hogy jól csináltuk. 3 héttel később Chris hazatérhetett a kórházból. Pont karácsony előtt engedték haza. Olyan csodálatos volt. Ez volt a mi ajándékunk. Apu sokkal jobban van, és most is nagyon elfoglalt. Karácsony után néhány héttel Chris visszatért a Trambulin Parkba, hogy köszönetet mondjon a megmentőinek. Nagy öröm volt látni, annyira más volt. Szavakkal le sem tudom írni, amit akkor éreztem. Hihetetlen érzés tudni, hogy mit tettünk. Chris és családja örökre hálás lesz Ryannek és Tomnak. Szívfacsaró belegondolni, hogy min kellett annak a két srácnak átmennie úgy, hogy csupán a 20-as éveik elején járnak. Kitüntetést érdemelnének. Szeretném megköszönni Tomnak és Ryannek, hogy egyben tartották a családot. Köszönettel tartozom nekik, amiért megmentették apát. A srácok nélkül ma már nem élnék. De úgy érzem, a sok ima nélkül sem lennék itt. Hiszek ebben, hiszek a csodákban. Valaki odafentről nagyon vigyázott rá. Ez egy igazi csoda volt. Minden bizonnyal Ryan és Tom a naphőse. Találkozunk a következő adásban.